Hallgassátok meg Isten igéjét Malakiás könyvéből, a harmadik részből, a 6-tól a 12. versig. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Becsaphatja-e az ember Istent? Ugye erre a kérdésre van egy rövid válasz, meg egy hosszú. Ugye a rövid az, hogy nem. De hát, hogyha így befejeznénk, akkor ugye az egy picit talán kiábrándító lenne számotokra, úgyhogy a hosszabb válasz az ige hirdetés lesz jó esetben. Szóval nem csaphatjuk be Istent, de azért mégis próbálkozunk, nem? Tehát tudjuk, hogy ez nem állunk jól, amikor ebbe belefogunk, de mert ugye, hogyha van egy mindent tudó Isten, egy felettünk álló intelligencia, akkor nem lehet csak úgy becsapni, de mégis megkísérjük. És a kérdés, az igazi kérdés az, hogy miért próbálkozunk mi ezzel. Ugye nagyon leegyszerűsítve azért próbálkozunk, mert nem bízunk Istenben. Van, aki abban nem bízik, hogy ő jó, ezért fellázad ellene, és van, aki elhiszi, hogy jó és tökéletes, de nem bízik abban, hogy szeretni tud egy bűnös embert, ezért állandó szégyenben él. És most ezeket a dolgokat fogjuk megvizsgálni, illetve azt, hogy van egy harmadik út, és hát biztos kitaláljátok, hát persze van, vagy lesz. Szóval, hogyha nem bízunk Isten jóságában, akkor lázadni fogunk ellene. Az egyik legalapvetőbb formája ennek, hogy azt mondjuk, hogy nincs Isten, vagy ha van, akkor nem érdemes foglalkozni vele, mert ugye gonosz. És nagyon érdekes, hogy a legtöbb ateista az nem közönös Isten létével kapcsolatban, tehát nem azt mondja, hogy ja, nincs Isten, mint ahogy nincsen unikornis sem, vagy kerti manó, hanem ugyanúgy, ahogy mondjuk emberek nem szoktak különösebben mondjuk haragudni a nem létező unikornisokra, hogyha Isten kerül szóba, nagyon sok ateista kifejezetten haragszik. Tehát haragszik arra az Istenre, akiben nem hisz, hogy létezik. És ez persze nem bizonyíték Isten létére, de egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy lehet az, hogy haragszunk egy nem létező lényre. Minden esetre, aki nem hiszi Isten jóságát, annak a vallás az csak egy ilyen kényszerzubbony, egy teljesen felesleges dolog, amitől meg kéne szabadulni. Ózsdi törvények, ózsdi szokások, és a szabad szellemnek pedig szárnyalnia kéne, ugye letépve magáról azokat a békjókat, amiket a vallása a gyenge, bigott, nem olyan okos emberekre rá tud erőltetni. Ugye manapság egész elterjedt dolog az, hogy csak korlátolt, kicsit visszamaradott emberek foglalkoznak a Bibliával, vagy lesznek vallásosak. Aki tanult, aki igazán intelligens, az nem. És ebből a gondolkodási modellből következik az is, hogy például az erkölcsi törvények nem isteni eredetűek, hanem minden norma egy kicsit relatív, korhoz kötött, és éppen ezért akár megváltoztatható. És ezért ugye azt mondjuk ki, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez egy nagyon kényelmes dolog, hogyha így van. Mi mondhatjuk ki, hogy mi a jó, mi a rossz? Például, hogyha én ennek vagy annak a kísértésnek úgyse tudnék ellenállni, igazíthatom ehhez az én gyengeségemhez azt, hogy hát akkor ez nyilván nem is bűn. Tehát, hogy akkor ehhez igazíthatjuk azt, hogy mit is várunk el magunktól, meg másoktól. Nemrég öcsém felrakott egy
egy ilyen cikket a Facebookra arról, hogy a pornó nézésének milyen káros következményei vannak az emberi lélekre, és ott a megjegyzésekben egy-két fiú egészen vérmesen így védelmébe vette ezt a dolgot, hogy hát dehogy van, és hát ez egy normális, természetes dolog, és hát amúgy is. És így érződött, hogy hát itt most ugye sokszor az ilyen racionális emberek érveket és cikkeket és tudományos dolgokat várnak, de érdekes volt látni azt, hogy itt nem erről van szó, itt preferenciáról van szó, hogy én ezt nem szeretném, hogy ez igaz legyen, akármit mond a tudomány. Ez egy fontos dolog. Viszont, hogyha nincs Isten, nincs viszonyítási pont, akkor ugye minden relatív, akkor nincs kit becsapni. Tehát, hogy így is meg lehet oldani ezt a problémát, becsaphatja-e az ember Istent? Nem, mert nincs is Isten, nincs kit becsapni, nincs viszonyítási rendszer, nincsen, nem kell senkinek megfelelni. Csak hát ugye mi van akkor, hogyha ezzel becsapjuk magunkat? Mi van, hogyha ezzel nyugtatjuk magunkat, hogy ne kelljen szembenézni mindazokkal a dolgokkal, amiket másokkal vagy mások szemben elkövetünk? Ugye Marx azt mondta még jó régen, hogy a vallás az a nép ópiuma, és ez egy nagyon elgondolkoztató dolog, ezt ma is nagyon sokan így gondolják. Ugyanakkor Czeszláv Milos pedig a Nihilizmus diszkrét bája című írásában azt mondja, hogy egy újfajta ópiumról ír, és ez az, hogy az emberek igazi ópiuma, hogy nincs semmi a halál után. És ebből az következik, hogy az a legmegnyugtatóbb gondolat, hogy az árulásaink, a kapzsiságunk, a gyávaságunk, a gyilkosságaink miatt nem leszünk megítélve. És ez legalább akkora ópium tud lenni, mint amikor azt mondjuk, hogy nem baj, hogy ez az éles csíralom, vagy majd a halálunk után egyszer lesz valami tuti jó. És nagyon sok ember számára ez az ópium, hogy nem baj, nem lesz számonkérés, nem lesz következménye. Pedig mondja Milos, hogy az összes világvallás szerint a tetteink elpusztíthatatlanok. Mindegyik szerint valamilyen következménye van annak, amit az ember itt tesz ezen a földön. És tehát sok ember azért nem hisz abban, hogy Isten nem kér tőle számon semmit, mert megvan erről, tehát nem azért, mert megvan erről győződve, hogy ez így van, hanem azért, mert szeretné, hogyha ez így lenne, és megúszhatná a dolgot. Viszont itt akkor nem átgondoltságról beszélünk, hogy a nagyon intelligens emberek mit gondolnak, hanem preferenciáról, hogy nekem ez lenne a kényelmesebb, akkor kell kevesebbet változnom, vagy tennem saját magammal kapcsolatban. Tehát ilyenkor nem is Isten csapjuk be, hanem magunkat. De fontos ezt a gondolkodásmódot megérteni, egyrészt azért, mert találkozhatunk ilyen emberekkel. És most nem azért beszélek erről, hogy ha találkozunk, akkor jól mondjunk oda egy ateistának vagy szkeptikusnak, hogy mekkora nagy tévedésben van. Fontos, hogy megértsük a másikat, megértsük, hogy hol tartott. Mindannyiunk azt tapasztalhatjuk meg, hogy az, hogy mi hitre jutottunk, abban rengeteg tényező játszott közre, emberek imádkoztak értünk, emberek foglalkoztak velünk, és ezt értékelhetjük. És amikor másokkal találkozunk, akik nem jutottak hitre, akkor megérthetjük az ő gondolkodásukat, anélkül is, hogy elítélnénk. Másrészt viszont mi magunkat is találhatjuk ebben a valóságban, és azért ezzel is számolnunk kell. Mondhatjuk azt, hogy hát mi hívők vagyunk, de mégis élhetjük úgy az életünket, mintha Isten nem lenne. És azért ezt jó, hogyha ilyenkor magunkban felfedezzük, amikor úgy hozunk meg csak egy-két életünket meghatározó döntést, hogy abból kihagyjuk Istent. Tehát nagyjából ott van Isten, de amikor arról kell dönteni, hogy mit dolgozzak, ki legyen a párom, stb., azt majd én elintézem. Hát akkor ez majdnem ugyanaz, ez majdnem egyfajta ateizmus. És bennünk is lehet lázadás, lehet elutasítás, érezhetjük azt, hogy Isten igazából nem tudjuk, hogy miért lenne ő jó, miért szeretne minket. Ezeket az érzéseket fontos felismerni, hogy tudjunk velük kezdeni valamit. Tehát van ez a lázadás, ami hát nyilvánvaló bizalmatlanság Isten felé. De vannak olyanok is, akik elfogadják Isten létét, talán a jóságát is, csak épp az a tény, hogy Isten jó és szent, egy kicsit ilyen ijesztő is tud lenni. Ugye, hogyha van egy szent Isten, aki joggal várja el, hogy szerinte való módon éljünk, akkor nagyon kell tekerni, hogy megfeleljünk az elvárásainak. Akkor nagyon össze kell szednünk magunkat. És épp ezért, hát ugye megpróbálnánk úgy csinálni, mintha nem csapnánk be Isten, mintha mi igazak lennénk. Tehát ez egy másik dolog, amikor tudjuk, hogy Isten elvár dolgokat, elfogadjuk, hogy ő van, elfogadjuk, hogy ez jó vagy jogos elvárás, és akkor megpróbálunk nagyon ott lenni a toppon.
Az egri csillagokban van egy rész, amit szeretnék felolvasni, mert ide vág, nem olyan hosszú. Mielőtt a dervis felelhetett volna, égtelen nagy rikoltás hangzott a tornác felől, de olyan, hogy a lovak bokrot ugrottak tőle. Az aga volt a rikoltó. Az ifjak oda néztek, hogy mi lehet-e. Nem láttak egyebet, csak azt, hogy az aga képe ki van vörösödve, és iszik. Mi lehet-e ezt az embert? Kérdezi a deli, a dervist. A dervis megvetően int a kezével. Nem látod-e, hogy bort iszik? Hogy látnám, hiszen csutorából issza. Te talán nem vagy született muzulmán? Bizony, barátom, én dalmátnak születtem, csak ezelőtt 5 évvel ismertem meg az igaz hitet. Így már értem, felelte nyugodtan a dervis. Hát tudd meg, hogy az aga azért rikolt, hogy a lélek lekotródjék a fejéből a lábába, amíg iszik. Mert a lélek a fejben lakik, és a más világra száll, mikor meghalunk. Ott pedig tudod, hogy a borivásért megbüntetik az igaz hívőt. De ha nem bűnös a lélek? Hát ez is azt gondolja, hogy a lelkét nem érinti a bűn, ha elriasztja egy percre. De már én csak azt gondolom, hogy nem jó az efféle mesterkedés. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, ugye, hogy elijeszti a lelkét a fejéből a talpába, iszik, és akkor nincsen gond. És hogy sokszor mi is így vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy hát szeretnénk Istennek megfelelni, de hát ugye nagyon nehéz, ezért néha ilyen kerülőutakat kell tenni. Tudjuk, hogy mit vár Isten, tudjuk, hogy az jó, de nagyon-nagyon fárasztó állandóan jónak lenni, és állandóan szentnek próbálni meg lenni. Főleg úgy, hogy ez a mai társadalomban nagyon furcsa, tehát amit a keresztények képviselnek, mondjuk a szexualitásról, hogy ugye a no sex before marriage-es gondolat, ez teljesen kultúraidegen. Ez nem normális, aki ezt gondolja. Vagy az, hogy te barátkozol egy olyan emberrel, aki lúzernek számít, vagy akit amúgy a közösség kitaszított, ez érthetetlen, hogy te nem akarsz feltétlenül csalni a vizsgákon, hanem inkább megtanulod, mert hát végülis az valamikor hasznodra lesz. Ez teljesen szembe megy a dolgokkal. És ugye így még nehezebb kereszténynek lenni, még fáradtságosabb. És éppen ezért sokan azt csináljuk, hogy éljük a jó keresztény életet, de néha, ha már nem bírjuk, akkor elmegyünk egy kis erkölcsi szabadságra. Mert hát ezt nem lehet azért húzamosabb ideig csinálni, ezért csináljuk, amíg bírjuk. És aztán bűntudatunk lesz, ugye gyorsan megbánjuk, vagy lassan, megígérjük Istennek, hogy ezentúl még jobbak leszünk, ezentúl még jobban összeszedjük magunkat, és aztán tekerünk tovább, és aztán kezdődik az egész előről, amikor elfáradunk, akkor megint, hát akkor valamit így elszúrunk, aztán megint, tehát értitek. És nem tudom, hogy kitől olvastam ezt a részt, talán C.S. Lewis-tól, talán mástól. Azt mondja, hogy az emberek nagy része általában szeretne jó lenni, csak nem mindig, és nem annyira, amennyire Isten azt kéri tőlünk. És ez velünk is sokszor így van, hogy általában szeretnénk jók lenni, szeretnénk itt a gyülekezetben jók lenni, mert ez itt jó, itt könnyebb egy kicsit. Általában csak nem annyira, és nem mindig. És ugye, hogyha nem tudunk elég jók lenni, nem tud ez belülről fakadni, akkor marad a jónak látszani. Azért az is valami, hogy mi kicsit tettetjük ezt a dolgot. Ez is nagyon fárasztó, de amikor jól megy, akár mi magunk is elhihetjük, hogy végül is azért tényleg elég jók vagyunk. Mi azért komoly hívők vagyunk. Járunk gyülekezetbe, ugye, jó a teológiánk, mi reformátusok tudjuk, hogy mi az igaz hit. Néha adakozunk is, és igyekszünk legalább nagy vonalakban elkerülni a legcikibb, leglátványosabb bűnöket. És hogyha ez sikerül, hát akkor mit lehetne még várni tőlünk? Nincs probléma. Azt csináljuk, amit kell. Nagyjából, külsőleg, amikor mások is látják legalábbis. Amikor ez nem túl megterhelő, és nem követel túl sokat tőlünk. És azért ez is valami. És hát ugye igazából ilyenkor is leginkább saját magunkat csapjuk be. És a legtöbben tudjuk, hogy nem vagyunk egyenesek Isten előtt. Még amikor azt mondjuk, hogy követjük, akkor is keressük a kiskapukat, ugye, hogy meddig lehet elmenni házasság előtt, vagy hogy akkor a puskázás honnantól számít puskázásnak, vagy ilyesmi. Mennyire vállalom a hitemet, hogy még ne legyek fanatikus, hogy ennek is megvannak a mértékei.
De az egész mögött az van, tehát amikor így szeretnénk is, meg nem is, meg szeretnénk is, hogy Isten előtt jók legyünk, meg azért félünk is ettől, hogy ez mit jelent számunkra, akkor emögött az van egy ilyen nagyon, nagyon mélyen bennünk, hogy azt hisszük, hogy ő el akar tőlünk venni valami nagyon fontosat. Hogy megtiltott nekünk bizonyos dolgokat, mert nem akarja, hogy örüljünk. Hogy Isten igazából ki akar tolni velünk, és ezért hozta a törvényeket, ezért kéri tőlünk, hogy adjuk neki magunkat, a terveinket, a vágyainkat, még a pénzünket is. Hogy Isten mindent akar belőlünk, és ez sok, mert nekünk már megvannak az elképzeléseink, nem? Hogy mi mit szeretnénk az életünkkel. És úgy érezhetjük sokszor, főleg akkor, amikor ezen hezitálunk, hogy mennyire kell nekünk kereszténynek lenni, mennyire kell nekünk betartani, amit Isten vár tőlünk, hogy az lehet mögötte, hogy Isten nem akar nekünk igazából jót. És hát ez is a bizalom kérdéshez vezet minket vissza. Azért akarjuk becsapni Istent, mert nem bízunk benne, nem bízunk abban, hogy jó, nem bízunk abban, hogy szeret, és ezért vagy lázadunk, vagy megjátsszuk magunkat. Elhitetjük magunkról, hogy vagy nincs abszolút mérce, vagy meg tudunk felelni neki, hogyha nagyon összeszedjük magunkat. És végül is mindkét esetben a saját akaratunkat akarjuk ráerőltetni Istenre, akár azáltal, hogy megyünk a magunk feje után, az egyértelmű, akár azáltal, hogy nem megyünk a magunk feje után, mert cserébe várjuk Isten áldásait. Nézd Istenem, én megtettem már ezeket a dolgokat, járunk gyülekezetbe, stb. Cserébe most gyere és hozd el a párt. Cserébe add, hogy jól fizető állásom legyen majd az egyetem után. Tehát, hogy azért itt is mi mozgatjuk a szálakat. És elárultam nektek, hogy van egy harmadik dolog is, tehát van ez a lázadás, van ez a magunk megjátszása. Van ez a harmadik dolog, ez pedig az, hogy Isten bebizonyítja, hogy bízhatunk benne. A felolvasott rész előtt arról olvasunk, most nem olvastunk, de olvashatnánk, hogy Isten el fogja küldeni a szövetségének a követét. És felteszi azt a kérdést is, hogy ki bírja majd ki eljövetele napját. Mert elmondja, hogy mert ez a követ, ez majd megtisztítani jön. Úgy jön, mint az ezüst ötvös, aki megtisztítja az ezüstöt, vagy úgy, mint aki a ruhát lúggal tisztítja. És a zsidóságban már jóval Jézus megjelenése előtt kialakult ez a gondolat, hogy ők várták a messiást. Várták Istennek a küldöttjét, aki majd megjutalmazza a jókat, és megbünteti a gonoszokat. És helyreállítja Isten békéjét ezen a földön. És aztán eljött Jézus, és Jézus nem borítja lángba ezt a világot. Tehát egy kicsit máshogy alakul ez a történet, és úgy tűnt, hogy nem bünteti meg a bűnösöket, sőt, állandóan együtt lógott velük, és úgy tűnt, hogy ezek a bűnösök ráadásul így szeretik Jézus társaságát, és felhagynak a szokásaikkal, ugye az egyik szétosztja a vagyonát, másik, amelyik azelőtt parázna volt, így megtartóztatja magát, változnak ezek az emberek, úgy tűnik, hogy elkezdenek így Istennel így kapcsolatban lenni, békét kötnek vele, kapcsolat alakul ki Isten és ezek között a bűnösök között, és nagy kérdés, hogy miért nem volt Jézus keményebb, hisz benne van az ószövetségi proféciákban, hogy eljön majd Isten szövetséges, és megtisztítja, szétválasztja az igazakat a bűnösöktől. Eljön majd ez a nap, amikor ez megtörténik, és Jézus miért nem keményebb? Miért hagyja, hogy megöljék? Miért nem bünteti meg a gonoszokat? És ugye az a válasz, hogy azért nem, mert ez csak úgy tehette volna meg, hogy kettétép embereket. Ugye a zsidóságban volt egy ilyen elképzelés, hogy hát vannak az igaz zsidók, akik betartják a törvényt, meg vannak többi, az alja nép, akik meg bűnösök. Jézus viszont egy egészen más dolgot mondott és hirdetett, és egyszerre beszélt arról, hogy hát nem úgy kell elválasztani az embereket. Viszont nem is mondott le a bűnösökről. Ugye, hogyha Jézus szétválasztotta volna a jót a rossztól, az olyan lett volna, mint az a morbid vicc, amikor Hitler mondja a koncentrációs táborban, ugye, hogy van egy jó hír, meg egy rossz. A jó hír, hogy az emberek felét elengedjük, a rossz az, hogy derék van, felezünk. És amikor erről van szó, hogy jó emberek, rossz emberek, Akkor Jézus ezt így, vagy így mondja, hogy a jó bennünk, meg a rossz bennünk. És ahelyett, hogy Jézus megítélni a világot, és elpusztítaná az embert a bűnei miatt, és minden jó ellenére, ami fellelhető ebben a világban, magára veszi ezt az ítéletet. És itt történik meg az ítélet. Nem borul lángba a világ, nem sújt le Isten senki másra,
csak Jézusra. És magára veszi ezt a jogos ítéletet, magára veszi a mi álnokságunkat, a tendenciánkat arra, hogy kijátsszuk Istent és a törvényét, a gerinctelenségünket, hogy mi csak akkor akarunk jók lenni, amikor abból valami hasznunk van, vagy mások is jól látják, hogy mi most jók leszünk. Mindezeket magára veszi, és megsemmisíti a kereszten. És mivel nem bízunk Istenben, ő eljön, hogy meghaljon azokért, akik még csak nem is bíznak, akik állandóan ki akarják játszani, akik lehet, hogy még a létét sem fogadják el igazából. És hogyha belegondoltok, Jézus minden kétséget kizáróan teljes életet élt. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ő hogy élte az életét, az olyan, ahogy ma is nagyon sokan elképzelik, hogy mit jelent az, hogy te mozgósítod önmagadat, és van egy küldetésed, és önmagad vagy. De ezt nem úgy érte el, hogy Isten minden parancsolatát megszegte, hanem pont úgy, hogy mindenben engedelmes volt. És Jézus ebbe hív ma is, hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy nem kell megfelelnünk, és hogy nem kell számot adnunk a tetteinkért, mert számot kell, de hogy ne is áltassuk magunkat azzal, hogy be tudjuk tartani azt, amit Isten vár tőlünk, mert tudjuk tapasztalatból, hogy család a szívünk, és nem tudjuk. De Jézus mellénk áll ebben, és ő az, aki képes átformálni a vágyainkat, az álmainkat, ő az, aki segít nekünk még hinni is nagyon-nagyon sokszor. Még azt is elmondhatjuk sokszor egy imában, hogy Istenem, segíts hinni, mert nem tudok, nem kell megelőzni a hitünknek azt, hogy ezt kérjük Istentől, még fordítva is lehet. És ugye van egy konkrét téma, amit itt a prófétán keresztül felhoz Isten, vagyis, hogy a népe be akarja csapni a tizeddel is, a felajánlásokkal. És mondhatjuk azt, hogy ugye, aha, tudtuk, hogy Isten akar tőlünk valamit, és itt van, tényleg akar a tizedet, a felajánlásokat, hát itt van, hát itt pénz, biznisz van, ezt akarja Isten. Azt mondja, hogy szeret, de csak azért, hogy aztán mindent odaadjon, hogy kizsákmányoljon minket. De ha megnézzük, hogy miről szólt a tized, ez szerintem egy bámulatos dolog, a tized rendszere az Ószövetségben. Az 5 Mózes 14-ben olvashatunk erről, most csak egy-két részt szeretnék kiemelni belőle. Azt olvassuk, hogy add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék a neve. Később pedig hozzáteszi, hogy ha túl messze van tőled a templom, akkor add el ezeket a dolgokat. És vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz. Marhát vagy juhot, bort vagy egyéb részegítő italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek, az Úrnak színe előtt, és örvendez házad népével együtt. Tehát ez szerintem egy bámulatos dolog, amit itt Isten kér. Azt kéri, hogy bulizzunk együtt vele. Azt kéri a saját népétől, hogy tegyenek félre élelmet, hogy abból majd tudjanak egy nagy lakomát csinálni, ahol ők a házuk népével együtt, Isten színe előtt jól laknak és ünnepelnek. És azt mondja, hogy ez egy még izgalmasabb rész, hogy talán meg is, ki is fel is figyeltünk rá, hogy a részegítő italt, bort vagy más részegítő italt, amit ilyen erjesztett italként is, vagy valami sörféleként is lehet olvasni, ami számomra egy szimpatikus olvasat. Nem biztos, hogy ez van, de a részegítő ital, az biztos, hogy sehogy sem lehet így kimagyarázni. Erről van szó, hogy mit jelent Istennel ünnepelni? Mit jelent vele megosztani az életünket teljesen? Ugye Istennek nincs szüksége a pénzünkre, nincs szüksége az áldozatainkra, nem szorul rá arra, hogy mi dicsérjük őt, de mi mást tennénk, amikor egy ilyen bámulatos Istenünk van, aki azt várja tőlünk, hogy tegyünk félre a pénzünkből, tegyünk félre a bevételünkből, hogy előtte örülhessünk, hogy előtte örvendezhessünk. És még azt írja később amúgy a tizedről, hogy minden harmadik év végén félre kell tenni a termés tizedét, hogy a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik ott élnek a környéken, szintén ehessenek és jól lakhassanak. Ugye szeresd Istent, és szeresd fele barátodat. Tehát a másik ok, ami miatt azt mondja, hogy tegyél félre a tizedet, az az, hogy segíthesd azt, aki rászorul, hogy adhass annak, Isten eszköze lehess abban, hogy rajtad keresztül gondoskodjon valaki másról.
Amit nem arra kell költenünk a tizedből, hogy Isten előtt örüljünk, azt költhetjük arra, hogy a rászorulókat segítsük. Megint csak egy döbbenetes rendszere annak, hogy lehet, meg mit lehet ezzel kezdeni. Ugye ez azért is fontos, mert az anyagi javakhoz való viszonyunkon keresztül sokszor lemérhetjük, hogy mennyire fontos nekünk egy bizonyos dolog. Amire költünk, az fontos nekünk. Hogyha valakit elhalmozunk ajándékokkal, akkor nagyon valószínű, hogy fontos nekünk. Hogyha mi a pénzünkkel hajlandóak vagyunk egy ügyet támogatni, akkor az ügy az valószínűleg fontos nekünk. És hát Istennel is így van, hogy Isten ezen keresztül tanítani és vezetni tud minket, hogy hogyan élvezzük azt, amit kaptunk, és hogy hogyan segítsünk azokon, akiknek nem adatott ennyi. És ugye, ahol a kincsünk, ott van a szívünk, és olvassuk máshol a Bibliában, hogyha Isten szeretetének az ünnepére áldozunk, és mások segítségére áldozunk, akkor jó helyen van a szívünk. Akkor az nem megszegényít minket, hanem meggazdagít minket, akkor jó helyre investálunk. Ha fukarok vagyunk magunkkal és másokkal, akkor pedig igazából megszegényítjük magunkat is, meg másokat is. Szóval igazából, hogyha nem hiszünk, nem bízunk Istenben, az azért lehet, mert nem abban az Istenben hiszünk, akiről a Biblia beszél. Ez az Isten ugyanis hihetetlenül nagy lelkűen szeret minket, annak ellenére, hogy mi állandóan keressük a kiskapukat, annak ellenére, hogy mi állandóan hajlamosak vagyunk lázadni ellene. Úgyhogy bízzuk magunk helyett, bízzuk inkább Jézusra az életünket, ami szentségünket, ne mi tekerjünk, ne mi akarjunk neki bizonyítani, hanem fogadjuk ezt el, azt, amit velünk tett, vigyük elé a lázadásunkat, a dolgokat, amiket nem értünk, és hívjuk meg, hogy a saját erőködéseink helyett ő legyen az erőforrás az életünkben. Amen.